Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, az itt középen látható, itt felül és alul. Ez a kép utal a megújulásokra. A régi témákat lezárja, az új irány még ugyan nem látható, de benne van ebben a transformációban. Ez olyan számára, mint egy újjászületés, tehát vannak tervei. Itt látható, mint egy király, és a tűz elemét képviseli, az jelenti az ő bátorságát. Ő be tudja most bizonyítani magát. Lesz egy új irány, más a hozzáállása, más a fellépése. Ez mint egy újjászületés, és elfoglalja a helyét az életben, mint egy király. Az érzelmei itt bal oldalon láthatóak. Lesznek sikerei, ez biztos, de ő még tanul valamit, mégpedig azt, hogy meglegyen a belső egyensúly, hogy odafigyeljen arra, hogy mi az, ami igazságtalanság körülötte, hogyan tudná itt védeni magát, hiszen számára fontos az igazság, de igazságtalanságok érik. Mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Ő szeret téged, kimutatja az érzelmeit, az ő személyben te vagy a királynő, és uralkodsz az arany érem felett, ez jelenti az anyagiakat, vagy sikereket a munkahelyen, de jelenti a belső értékeket is, hogy ő értékel téged, úgy tekint rád, mint egy királynő, de kettőtök között, vagy ebben az élet szakaszban vannak még akadályok, de megvan ahhoz az ereje, hogy az akadályokat eltávolítsa. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt vannak a megújulások, és az egerek eltávolítják az akadályokat, eltávolítják a múltat, mert ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Itt ő áll a középpontban, hiszen ő itt a király. Ő irányítja dolgokat. Lezár most valamit, eltávolítja a nehézségeket, odafigyel rád, közeledik hozzád, hiszen értékel téged és szeret téged. A sikerek. Itt megjelenik a nyilvánosság. Neki most nagyon fontos ez a fellépés a nyilvánosságon, és szeretné azt, ha másoktól is megkapná az elismerést, és ő úgy érzi, most sikerei lesznek. Az igazság, vagy az igazságtalanság. Itt bizony van ravasság, hamisság, valaki becsapta őt, tehát ő a múltban igazságtalanságokat élt át. Mit kell tanulnia? Hogy odafigyeljen az otthonára, a családi kapcsolatokra, vagy legyen magabiztos, hogy ő saját erejéből ki tud építeni valamit. Milyen akadályok vannak? Hát a felhő az egy akadály.
A felhő az jelenti azt, ami még átláthatatlan. Számára fontos, hogy láthatóvá tegyen valamit, hogy tisztázza a dolgokat. És te, mint királynő, ez a horgony jelenti a biztonság érzetét, ahol le lehet horgonyozni. Ez lett a párkapcsolat. De a horgony jelenti gyakran a munkát, a hivatást, és az kell, hogy ott elfoglald a helyedet, mint egy főnöknő, vagy mint egy királynő. Légy magabiztos. Az ő jelenlegi helyzete, itt a könyv azt jelenti, hogy ő tanul még valamit, de mivel a könyv itt már nyitva van, azt jelenti, hogy nyitott lesz veled kapcsolatban. És a te jelenlegi helyzeted, itt a kutya jelenti a hűséget, de jelenthet baráti kapcsolatokat is. És a szerelem, ezt elfelejtettem, holott nagyon-nagyon fontos, egy fontos téma. Itt te állsz a középpontban, mint egy hölgy. Nagyon érdekes, és jó, és szép, hogy mindketten megjelentek a kivetésnél. Ez egy jó jel, hogy összetartoztok, hogy együtt lesztek, hogy van remény. És ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak. Most van egy hívásom, de már úgyis befejeztem ezt a jóslást. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!